Sziasztok! A mai filmünk a Sikoly 2 lesz, amit egyáltalán nem azért dolgozok fel, mert olyan rossz film lenne, hanem azért, mert nosztalgikus érzéseket kelt bennem. De azért valljuk be, hogy a franchise megjelenése óta eltelt idő és a technika fejlődése miatt azért van egy-két jelenet, amin már tudunk mosolyogni. Véleményem szerint... Igen? Mi a kedvenc horrorfilmed? Nekem? Hát a Frankenstein sziget. Erre nem számítottál, mi? De hát abban nincs is gyilkos. Dehogy nem. Hát Frankenstein elszabadult szörnye, az kinyírt egy hahotázó kalózt, aztán pedig a boss fight alatt semmi hasznosat nem művelt, de egy búra alatt lévő agyat megsemmisített, ami miatt kiszállt a Power az összes zombiból, és még a bikini modellek vérével táplált Van Helsingből is. Na erről ennyit. Na hát már nem tudom, hogy hol tartottam, de akkor kezdődjön a Sikoly 2. Let's roll! Az első jelenetben egy mozit látunk, ahol éppen egy fiktív filmet mutatnak be, aminek a címe nemes egyszerűséggel annyi, hogy döfés. Ez nem túl kreatív, de még mindig jobb annál, mint amit az alkonyatban találtak ki. Lássuk, csak megnézhetnénk azt az oda-vissza szerelmet. Legyen a pofánverés, azt ismered? Ismered a szúnyát? Aha. Akit? A filmet Will Smith felesége is megnézi, aki a férjét éppen Eric Formannel csalja a Dr. House-ból. Amíg sorban állnak, a csókának látomása van, és megjósolja a hollywoodi filmek jövőjét. Fekete jelmezek, fekete stáb, fekete vér, meg fekete vétel. Fekete hófehérke és piroska. Hát azért a fekete Amerika kapitány hiányzik ebből a listából. A nőnek pedig a fehér maszkkal van problémája. Mi ez? Döfés szuvenír, reklámajándék. És fehér. A döfés egyébként az első részben történt eseményeket dolgozza fel, ezért van minden második emberen a gyilkos, legendás maszkja. Kiderül, hogy a film egy könyv alapján készült, amit Gale Weathers, vagyis az első részben megismert híradós nő írt. Poén, hogy a mozivászonra nem csak úgy odavágták Drew Barrymore nyitó jelenetét, hanem újra forgatták azt gagyip kivitelben. És ott a popcorn. Miss Smith eközben kimutatja fogafehérjét. Ja, bocsánat, fogafeketéjét. Tedd már le és tiltsd le a számot, te lüker! Azért a fickót sem kell félteni, mert ő is elég paraszt. Jól ráérsz barátnőjére, majd elég pisilni, és ezzel élete utolsó hibáját követi el. A nő addig visszamegy a vetítőterembe, és továbbra is vállalhatatlanul viselkedik. Ne csináld! Ezt ne csináld, kérlek, ne! Kisvártatva Szellempufa is megérkezik, méghozzá Eric Jackie-jében, és véget vet ennek a kínosan hosszúra nyúlt jelenetnek, ami a játékidő közel egy tizedét emésztette fel. És még csak most jön a főcím. Sikoly 2. A következő jelenetben főhősünket Sidneyt láthatjuk, akit telefonon megpróbál beparáztatni valaki, de annyira béna volt, hogy még a számát sem tiltotta le, így lebukik. Ezután egy fickót látunk a tévében, akinek a keresztneve konkrétan az, hogy Cotton. Ha nem emlékszel rá az első részből, akkor az azért van, mert csupán néhány másodperc erejéig szerepelt benne. Őt vádolták ugyanis Sidney anyjának meggyilkolásával, de persze miután kiderült, hogy Billy fiújé költék meg, Cottont kiengedték a börtönből. Ezt követően a hírekben bemondják a filmvetítés alatt történteket, amin a lány beparázik és elindul megkeresni Randyt, aki a horrorfilmek rajongója, a korábbi film túlélője, és simán eljátszhatná Bozontot egy Scooby-Doo filmben. Randy éppen órán van, ahol ironikus módon megbeszélik, hogy a horrorfilmeket nem jó ötlet folytatni. Döfés 2, kitenne ilyet a folytatásokban! A srác szerint azonban nincsen közvetlen veszély, és a mozis gyilkosság csak véletlen egybeesés lehet. A beszélgetést félbeszakítja a lány pasia, aki nem más, mint Quinn a Slidersből, na meg Sheldon bátyja az Agymenőkből. Ezután Gale-t látjuk, aki a rendőrség sajtótájékoztatójára igyekszik. Útközben megállítja egy újságíró nő, aki meg Sheldon anyja. A nő elmondja, hogy Gale nagy rajongója, de az lekoptatja őt, aztán pedig kínos kérdéseket tesz fel a rendőrkapitánynak. A sajtótájékoztatót az aktuális hulla jelöltjeink is végignézik. Sidneyt és pasiát, illetve Randyt már ismerjük. A fekete lány Sidney szobatársa, a kamerás fickó, akinek a sírója olyan, mint Guile-nak a Street Fighterből, pedig Randy osztálytársa. Ezután pár nyávogós p***a is megjelenik, akik meghívják Sidneyt egy egyetemi bulira. Ez tutira, tök rossz neked. Na és Haley, áthozod este a barátnődet hozzánk a bulira? Hogy végképp kaotikus legyen a jelenet, Dewey rendőr is megérkezik, aki elmondja, hogy azért jött, hogy megvédje a lányt, mivel szerinte igenis veszélyben van. De a jelenet még mindig nem akar véget érni. A híradós nő ekkor letámadja Sidneyt, és Cotton is megjelenik. Gale elmondja, hogy a lány vallomása miatt vádolták meg annak idején Cottont, így talán illene tőle bocsánatot kérni. De Sidney erről másképp vélekedik. Sidney, kérlek, oszd meg velünk!
Ezután még mindig nem tudunk elszakadni ettől a jelenettől. Dewey rendőr elmondja, hogy csalódott Gailben a könyv megírása miatt, de azért érezni lehet a két karakter közötti vonzalmat. A következő jelenetben az emlegetett egyetemi bulin találjuk magunkat. Amíg a többiek buliznak, addig a koleszban egyedül maradt lány a Nosferatut nézi a tévében. Ha Halloweenben lennénk, akkor biztosan túlélné a jelenetet, mivel Michael megkíméli azokat, akik klasszik horrorfilmeket néznek. De sajnos ebben a filmben ez nem így működik. Ekkor támad a gyilkos, lefejel egy virágot, majd még egyet. Már-már azt hinnénk, hogy a teraszon megkapja a harmadikat is, de ehelyett ledobja a csajt a betonra. Ezután Sidney is kap egy telefonhívást, és jön is szellempofa. Ekkor Sidney pasia a lány megmentésére siet, de a gyilkos nem tudja elkapni. Viszont a karján megsérül. Kicsit sem gyanús. Dewey rendőr a gyilkos után szaladna, de annak már hűlt helye. Ezután ugrunk az időben. Másnap reggel a rendőrkapitány felírja a táblára azt, hogy cici, amit a riporternő először nem tud hová tenni, majd valahogyan ebből rájön, hogy az áldozatok neve egybecseng a korábbi gyilkosságok áldozatainak neveivel. Így egy másolós gyilkossal van dolgunk. Eközben Sidney és a banda a suli menzáján kajál. A lány pasia ekkor valami olyasmit művel, amire nincsenek szavak. Érzem, szeretlek, hát mégis mitől félek, hogy hiába remélek, a szerelem nem véd meg. A csajnak annyira tetszik a nóta, hogy nyerítő szamára változik. A lány annyira jól alakította a szamarat, hogy felkeltette az érdeklődését a dráma tanárnak, és szerepet adott neki a suli egyik darabjában. Szerencsétlenségére egy csomó maszkos, késes alak között kell szerepelnie, amit nem csoda, hogy szellempofa is igyekszik kihasználni. De ekkor kiderül, hogy Sidney csak odaképzelte őt. A következő jelenetből nem derül ki túl sok minden, de annyi igen, hogy Gailnek kék szeme van, és Randynek is, és nekem is. Randy ekkor telefonhívást kap a gyilkostól, és amíg a többiek megpróbálják megkeresni szellempofát, addig az elkapja a srácot, és elteszi láb alól. Ez alatt Sidney a könyvtárban pötyörészik egy igencsak retró számítógépen, és hirtelen üzenetet kap a gyilkostól. Amíg a lányra vigyázó rendőr megpróbálja kideríteni, hogy ki írogatott neki, addig megjelenik Cotton, és arra kéri Sidneyt, hogy adjanak közös interjút egy talk showban. Persze ő erre nemet mond, amitől Cotton mérges lesz. Úgy is mondhatnánk, hogy felhúzta a Cottont. A felhúzott Cotton igencsak megmoleszterálja a csajt, úgyhogy a rendőrök be is viszik kihallgatásra. Itt nem igazán történik semmi, a legérdekesebb dolog a jelenetben az, hogy a falon lévő fényképeknek mind fehér a háttere. Ezután Gail és Dewey betörnek az egyetemre, hogy megnézzenek egy videókazit a sajtótájékoztatóról, hát ha felfedezik rajta a gyilkost. De a felvétel annyira unalmasnak bizonyul, hogy inkább elkezdenek szexelni. Ám ekkor szellempofa átveszi az irányítást a videómagnó felett, amit hosszas bújócska követ, ami végül Dewey halálában ér véget. Ez alatt Sidneyt a két rendőr biztonságba akarja vinni, de ezzel a tervükkel igencsak felsülnek. A gyilkos kinyéri az egyik zsarut, majd elköti a kocsit, a másik rendőrrel együtt pedig belehajt egy építkezési területbe. A frontális ütközésben a motorháztetőn utazó ip se meghal, szellempofa pedig elájul. A csajok letépik a hátsó üléseket elválasztó rácsot, majd átmásznak a gyilkoson át, és futásnak erednek. De Sidneynek eszébe jut, hogy hát meg kellene nézni, hogy ki van a maszk mögött. Ekkor visszamegy az autóhoz, de szellempofa már nincs ott, ugyanis átteleportált Sidney barátnőjéhez, és őt is kinyírja. Ezt követően a lány valamiért a színház teremben keres menedéket, de ez nem bizonyult túl jó ötletnek. Egészen véletlenül Sidney pasia is itt van, akit a koleszos haverjai kötöztek meg és hagytak sorsára, mert hogy a borzalmas éneklés után barátnőinek adta a koleszt jelképező három görög betűt, és ez halálos bűnnek bizonyult. Ekkor felbukkan állarcos barátunk, és kiderül, hogy a furahajú fószer az. Lelövi a srácot, majd elmondja, hogy ő nem szeretné megúszni a gyilkosságokat, hanem tárgyalást akar, ahol majd az erőszakos filmeket fogja hibáztatni tetteiért. Azt is elmondja, hogy egy társa is volt, na de nem Gail az, hanem a másik újságíró nő, aki bejelenti, hogy ő az első rész gyilkosának Billynek az anyja. Akkor most Billy Sheldonnak a testvére? Na de a lényeg, hogy ezzel a bejelentéssel kezdetét veszi a boss fight. Boss fight. A kedves mama lelövi a hajas fickót, mert elmondása szerint nem tetszik neki az indíték, amit kitalált. A csóka pisztolya azonban elsül és telibe trafálja Gailt. Ezután haddelhad veszi kezdetét az őrült nő és Sidney között, aki felkap egy baltát és elkezdi lebontani a díszletet. Ekkor Mrs. Loomis-ra ráborul a polisztirol fal, ami persze nem okoz benne túl nagy kárt, így hát folytatódik is a közelharc. A mama már igencsak nyerésre áll, amikor megjelenik a felhúzott Cotton, méghozzá pisztollyal a kezében.
Mrs. Loomis megpróbálja rádumálni őt, hogy sztárt fog csinálni belőle, ha most segít neki elintézni Sydney-t. De a lány ekkor beleegyezik, hogy elmegy vele abba a talk show-ba, ezért mégis inkább az anyukát teszi el láb alól. Ekkor kiderül, hogy Gail rendben van, ám ekkor a hajasrác visszajönne még egy körre, de a csajok ezt csirájában elfojtják. Ekkor Sydney megköszöni Mrs. Loomisnak a törődést. A boss fight után kiderül, hogy Dewey rendőr is túlélte a dolgot, így a románc folytatódhat a következő részben. A film azzal zárul, hogy Sydney sétál egyet, majd a pofánkba nyomnak egy fát. Hát köszönjük! A Sikoly sorozatot én szeretem. Három dolgot is meg tudnék említeni, ami miatt tetszik. Az egyik, hogy átemeli a klasszikus slasher filmek világát a 90-es évekbe és a 2000-es évekbe is. Másrészt az egyes részeket jó kis Scooby-Doo epizódnak tartom, hiszen lehet benne ötletelgetni, hogy ki a gyilkos. De ami a legjobban tetszik benne az az, hogy minden résznek van egy tematikája. A Sikoly egy a klasszikus horrorfilmek szabályaira épít, például ha valaki elmondja azt a mondatot, hogy még visszatérek, akkor biztosan meg fog halni. A második rész a horrorfilmek folytatásainak kliséire épül, ahogyan azt a sulis jelenetben is láttuk. A harmadik rész a horror trilógiákra épít, míg a negyedik rész a rebootokra. Kíváncsi vagyok, hogy vajon az új résznek mi lesz az alapja. Én mára megköszönöm a figyelmeteket, Sárközi Péter voltam, és még visszatérek! Thank you.